Szűz, június, első fele. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Nagyon jó kezdődik a június, fantasztikusan kezdődik a június. És ezt köszönhetjük a Jupiternek és a Plutónak, de erről lesz külön videó. Na nézzük, nézzük. Pozitívum. Királynő. És ez még valami kirepült, repülnek a kártyák, maradnak itt velünk. Tehát királynő, és ez maga a szűz, az érmék királynője. A legelső kártya viszi a kirakást, tehát lesz pénz, lesz erőforrás, értékek, az értékeink növekedhetnek, valamilyen értékes dolgot vehetünk. Ajándékot is mutat ez a kártya. Nagyon-nagyon jó kártyával kezdünk, ilyen fenséges kártyával kezdünk, tehát kvázi ilyen királyi élet vár ránk. Na de kiugrott még kettő kártya. Az egyik az a hármas, a másik a kettes. Mind a kettő botok. Tűzenergiát kaptunk. Na most ez az a bizonyos tűzenergia visz minket a sikerhez. A kettes, valamit akarunk elérni. Előttünk van az egész világ. Tervezünk, és jön a hármas, senki és semmi nem tud minket megállítani. Megyünk a célokhoz. Tehát ezek a kártyák kiugrottak, fontosak. Megyünk tovább. Hatos. Nagyon kellemes kártya. Ajándék lehet. Nem mindig nagy ajándékot szokott mutatni ez a kártya, de mégis az ember ez a bizonyos dolog boldoggá teszi. Nagyon boldoggá teszi. Nagyon kellemes ez a kártya. Ez lehet egy gesztus. Lehet, hogy valaki megdicsér minket, hogy milyen jól nézzünk ki, vagy milyen szép ruhát vettünk. Tehát ilyen kvázi apróság, de mégis ez nagyon-nagyon jól esik az embernek. Egyébként a múlt, a nosztalgia is ide tartozik ehhez a kártyához. És fölötte van a királynő, az érmék királynője, a komfort azért itt van, Vénusz energia, a szépség, a pénz. Tehát visszamehetünk egy ilyen helyre, ahol valamikor voltunk, és valamikor nagyon jól éreztünk magunkat, és szívesen visszamennénk erre a helyre, vagy ezekkel az emberekkel például. Tízes, és megint pénz, de pénz az lesz, pénz áll a házhoz. Kiúsztuk ezt a kártyát, ez maga az aranyeső, a pénzeső, tehát pénz lesz, értékek lesznek. A család kártyája is. Valamit megkaphatunk, ez lehet akár örökség is egyébként, hogy ne, igen. A múlt, az ősök is itt vannak. Valamit átadnak nekünk, valamit megkaphatunk az ősöktől. Nagyon jó ez a kártya, ha családi vállalkozásról van itt szó, akkor az sikeres lesz. Valamit értékeset vehetünk. Tehát itt kvázi az egész család örülni fog. Ez a lényeg. Az egész család örülni fog. Van itt boldogság. És pénz is. Menjünk tovább. Nyolcas kardok. Önmagában ez a kártya nehéz, mert a korlátozás, a depresszió ide tartozik. Viszont pozitívumot nézzünk. Tehát megszabadulunk ezektől a kardoktól, ettől a fogságtól.
A kardok maga az ész, a tanulás is ide tartozik. És június, ugye a vizsgaidőszakot még tart, ez lehet vizsgaidőszak tényleg. Tehát kvázi ilyen szúrós, nehéz helyzet, érezheti az ember börtönbe magát, hogy jaj, mikor lesz vége, mikor szabadulok már. Minden rendben lesz, minden rendeződik, de ha ez depresszió, akkor sikerül lesz legyőzni. Ugye a kardok maga az ész, a mentális állapotunk. És az aprót, és ez is megint a ti energiátok. A harmadik pénzes kártyát, tehát itt, amit elkezdünk, az ki fogja nőni magát kvázi. Elérjük a sikert, mert fölötte van a tízes, a befejezés, a kezdés és a befejezés. De itt elindulhat egy új pénz. Megkezdés, egy új pénz. Lehet, hogy eddig még nem kaptuk azt a bizonyos nyugdíjat, most elindul a nyugdíj, vagy a családi póték, a gyermekek kártyája is. Tehát ez lehet kapcsolatos a gyermekeinkkel, az unokáinkkal például. Ez a bizonyos. Eddig valami korlátozva volt, most meg végre valahára megoldódik ez a dolog. De ez nekünk értékes. Értékes. Egyébként plusz információ valakinek a tanulók kártyája. Tehát érdemes tanulni, vizsgázni. Siker várható ezen a területen. Megyünk tovább. A negatívum mi az, amit el lehet kerülni? Egyébként a pozitívum olyan könnyű. Könnyű. Tehát ez a nehézség, ez megoldódik. Ez a kis szúrós helyzet megoldódik. Nos, ász, ez egy lehetőség, amit az ember elszalaszthat. És ez jó kis lehetőség. A kelyhek ásza... azért komolyabb dolgot szokott mutatni. Akár ez lehet egy házasságkötés is, amire nemet mondunk, és majd megbánhatjuk ezt a bizonyos dolgot. Tízes kardok, szúrós, fájdalmas kártya. Valaki nagy fájdalmat okozhat nekünk. Tehát kvázi kelyhek, ez maga a szív, valaki összetörheti a szívünket. Igen, csalódás van itt. Csalódás. Valamit le kell ezt zárni. Valamit vagy valakit kiiktatni az életünkből. Például ezt okozhatja ez a lovag. Egyébként ő a legszerelmesebb a lovagok közül. Inkább fiatal embert szokott mutatni. Nagyon gyakran rákhalak vagy skorpió. Üzleti partnernek nem a legtökéletesebb, mert szeret sokat ígérni, de itt most akár szerelmi partner is lehet, aki csak ígér, de nem tartja a szavát. Tehát ő okozhatja nekünk ezt a csalódást. Utazást is mutatnak ugye a lovagok, híreket is hoznak nekünk. Kaphatunk egy olyan hírt, ami kvázi úgymond, idézőjelben megöl minket, vagy sokkol minket. Lehet, hogy ez a hír nem is közvetlen minket érint. Lehet, hogy a világban történik valami, mert ugye utazás ide tartozik. A világban valami történik, ami egyszerűen sokkolhat minket. Hát a világban nagyon sok minden szokott történni mostanában, ami sokkol. Vagy valakiről megtudhatunk valamit, egy ismerősünkről megtudhatunk valamit, hogy Úristen, ez vele megtörtént. Van itt ünneprontás, négyes tűzenergia, van itt egy ünneprontás. Lehet, hogy pont ez a
Az úriember lesz. Ünne pronto? Van itt valamilyen ünnepség. Lehet ez egy születésnap, lehet, hogy ez egy családi összejövetel. Következő kártya az uralkodónő. Ő szereti a komfortot, és itt ez most kicsit veszélyben van. A komfortunk, a komfortérzésünk, a bőségünk, a bőség. Hiszen a pozitívumon ott a bőség. Itt vannak a bőséges kártyák. Ez a királynő, és ez a tízes. Tehát ezek igenis bőséget mutatnak nekünk. Tehát ez lehet. Lehet, hogy ez a lovag. A lovag lesz az oka ennek a negatívumnak. Lehet, hogy ő kölcsön kér tőlünk. Lehet, hogy valamilyen galibába belemászhat, és ki kell ezt húzni a vízből ezt a lovagot nekünk. A lovag maga, a mozgás, az autó is ide tartozik. Lehet, egy családtagunk összetöri az autónkat. Na, hát ilyen dolgok is itt vannak. Van valamilyen szúrós dolog, az biztos. Tehát ez azért egy komolyabb kártya, ez a tízes. Plusz információ valakinek, ez lehet egy abortusz is akár. Igen, ez is benne van, mert ugye az uralkodónő áldott állapotban van, lehet látni. Ez az ász is mutat nekünk gyermekáldást. Igen, és itt van a tízes kardok, az egészségügy, a lezárás, tehát ez is benne van. Ez egy plusz információ valakinek. Lehet, hogy egyszerűen be kell ezt feküdni valakinek a kórházba, pontosan azért, hogy a kis baba megmaradjon. A kis magzat megmaradjon. Tehát ezek így nem kellemes a dolgok. Megyünk tovább. Hatos érmék a ti energiátok. Na most ez a kártya mutat nekünk olyat is, hogy kapunk, vagy adunk. Lehet, hogy itt kölcsön kérnek, vagy ez lehet egy befektetés, és itt viszont veszíthetünk. Valaki várja a segítséget. Valakin kell ezt segíteni. Húzunk még plusz kártyát. A zöld boszorkányok, na mit mondanak nekünk? A zöld boszorkányok, hoppá. Fontos információt akar nekünk közölni ez a kártyapakli, mert ugrál a kezemben. Ugrálnak a kártyák. Egyet a pozitívumra nézünk, és egyet a negatívumra. Na nézzük. Pozitívum, egyet, kettő akar jönni, legyen kettő. És akkor a negatívumra is. Mondom, hogy élnek a kezemben. Na nézzük akkor. Pozitívum, kettő kártya akart jönni. Nagyon jó. Az ász és az aprót. Kettő kezdés, kettő lehetőség. Itt van ez az ász, ez tűz energia, ez egy erős tűz energia, ez hát valami inspirálhat minket. Éghetünk a vágytól valamit elkezdeni. Nagyon jó, kvázi megkaptuk ezt a varázspálcát. Tessék varázsolni! Mit is akarok? Itt a lehetőség, tessék használni, kihasználni ezt a lehetőséget. És itt az aprót kelyhek, amit a szívünk akar. Tehát itt ez a víz energia összefonódik a tűz energiával. Nekem ez a kedvenc kombináció. Tehát itt a boldogság, az akarat, plusz információ valakinek, nagyon szenvedélyes ez a kártya, a fogantatás is ide tartozik, ez viszont a gyermekek kártyája. Tehát plusz információ valakinek, gyermekáldás. Unoka születése például. Azért ez is benne van a pakliban.
Negatívum, itt mit kaptunk? 7-es. Hát így van, így beszélnek hozzánk a kártyák. A tolvajok kártyáját megkaptuk, az energia vámpír kártyája is. Tehát itt van mellettünk, valaki leselkedik, a kardok maga a virtuális világ, a kardok maga az internet is, jó? Tehát figyelmeztetésnek zseniális kártya. Valaki valamit el akar tőlünk lopni, ellophatnak tőlünk valamit. Akár ezt a boldogságot, itt van ez az ász, ezt a lehetőséget. A kardok maga, tehát minden, amit mondunk, írunk, ide tartozik, nem érdemes elmondani, hogy mi a vágyunk esetleg. Nem érdemes elmondani a következő lépésünket, az ötletünket, ezt is ellophatják. Nos, plusz kártya, a tanács, na mi ez? Apród, ez is apród. Aha, a pozitívum, ott vannak az apródok, a kezdés, a lehetőség. Nagyon jó, nagyon jó. Tűzenergiát kaptunk, tehát itt égünk a vágytól. Érdemes itt azért picit kockáztatni is. Ász, itt van, aha, itt van az ász. Botok, és itt is botok. Apród és ász. Tehát valami motiválhat minket, motiváló impulzusokat kaphatunk. Az ász lehetőség, érdemes egy picit több kockázatot itt vállalni, és ez lehet egy nagyon kedvező ajánlat, izgalmas javaslat, szenvedély, szerelem is lehet, fellobbanhat váratlanul. Szerelem első látásra. Ez is benne van a pakliban. De jó, jó. A lényeg, amit még szeretnék mondani, tehát itt, ha valami elindul, valamibe belevágunk, ez lehet akár sport is, mert a tűzenergia, a sport is ide tartozik, akkor a lényeg, hogy ez a tűzenergia, ez megmaradjon végig. Tehát ez az erős tűzenergia. Nem szabad hagyni, hogy ez a tűz, ez kialudjon. Tehát itt szoktak hibázni az emberek. Muszáj, hogy ez a tűz, tehát muszáj fenntartani ezt a tűzenergiát egészen a célig, amíg el nem érjük a célunkat, amíg nem leszünk megelégedve azzal a bizonyos eredménnyel. Addig égjen az a tűz. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!